A plener, azaz a szabadban festés iránt elkötelezett kecskeméti festők Bruncsák András vezetésével négy évvel ezelőtt Veránka szigetén szervezték meg az első Axon által finanszírozott alkotótábort. A sziget gyakran változó tulajdójogi helyzete miatt az utóbbi két évben zebegényben dolgoztak, de 2019 őszén ismét lehetőségük volt visszatérni a bajához közeli, varázslatos atmoszférájú veránkára. Az ott készült képeket állították ki most a Kápolna galériában. A rövid házigazdai köszöntőt követően Bruncsák András festőművész, a tábor vezetője foglalta össze a negyedik tábor legfontosabb jellemzőit. A 13 tagból ezúttal 10 dolgoztak az alkotótelepen, és mindannyian megtalálták az alkotáshoz nélkülözhetetlen személyes impulzusokat. Olyan képanyag született, amelyet az alkotók is, a tulajdonos képviselői is büszkén vállalnak. Ennek a megnyitón is hangot adott Joachim Rilling úr, a tábort működtető Axon KFT ügyvezető igazgatója, aki szép gesztusként magyar nyelven ajánlotta a kiállítást a közönségnek, és köszönte meg a képeket az alkotóknak. A tárlatról bővebb összeállítást láthatnak a jövőkeddi Múza Magazinban. A negyedik Axon művésztelep kiállítását március 4-ig tekinthetik meg a Kápolna Galériában, munkanapokon 13 és 17 óra között.